Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, Családőrzők című műsorunkkal jelentkezünk ismét, és azt kell mondanom, hogy ételt italt elrakni, megjöttek a rokonok, ugye ismerjük ezt a mondást. Ebből már kiderült, hogy a rokonokról, illetve a család és a rokonok kapcsolatáról fogunk beszélni szakértőinkkel, Fekete Cseri Zsuzsannával, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjével. Üdvözlök mindenkit, szervusz Csilla! Pap Csilla mediátorral. Szia Csilla, szervusztok! És Bence Andrással, a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület püspökhelyettesével, Székesfehérvári Evangélikus Egyház lelkészével, és azért el kell mondani azt is, hogy gyakorló apukával és nagypapával természetesen. Szeretettel köszöntelek én is, meg a nézőket is. Nos, tehát a rokonok kérdés. Ugye itt is többféle variációt tudunk felhozni. Vannak olyan családok, ahol nagyon fontos a rokonokkal tartani a kapcsolatot, és tartják is a kapcsolatot, összejár a család, sőt, be is segítkeznek egymásnak a mindennapokban. Aztán van olyan, ahol tényleg úgy van a dolog, hogy egyébben egyszer látják a rokonokat, és ha netán véletlenül hirtelen csengetnek, akkor jön ez az ételt itt. Nos, mennyire ápoljuk a rokonságot? Mennyire fontos a mai család számára a rokonság? Gondolok itt nagynénikre, nagybácsikra, keresztülőkre és a többiekre. Ki lesz az családi a Zsuzsi kultúra döntése, kérdése, távolság kérdése. Ugye megint sokszor visszamegyünk a múltba, de csak azért, hogy összehasonlítsuk a jelennel, mert hát nem tudunk máshonnan indulni. A múltban ugye viszonylag kicsi helyen éltek együtt a családok, ritka volt az, hogyha valaki már a másik városba települt. Tehát ma már örülünk, ha Magyarországon van a családnak a nagy része, és a fele nem a félvilágban van itt, ott, emitt, amott. Tehát onnan távolságból napi kapcsolatot ápolni az lehetetlen. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a felgyorsult életritmusunk. Ugye, amikor azt mondja nekem a saját gyerekem, nem vagyok rá büszke, és nem vagyok tőle boldog, de azt mondta nekem egy pár évvel ezelőtt, anyu, nehogy ma a határidő naplódba kelljen beiratkozni, hogy találkozhassak veled. Hát mondom, hogyha napközben, munkaidőben, olyan időbeosztásra, hát akkor legalább szóljál, hogy számítsak rád. Rendben, majd nem kell beiratkoznod, de tudjak már rólad, hogy nem úgy van, hogy belse. Pedig az, ő a saját fiam, az is igaz, hogy tőlem 100 kilométerre lakik, és minden pillanatnak nagyon boldogan örülök, hogyha együtt tölthetjük. A más, a távolabbi rokonságnál már szerintem nem engedjük meg magunknak azt, hogy váratlanul állítsunk be. Tehát nem kell elrakni a kaját, vagy ha jönnek, akkor vagy annyit készülök, amennyit szeretnék. De valóban sokkal-sokkal gyengébbek a familiáris szálak ma már a legtöbb családnál. Bár látok üdítő kivételeket is. Éppen most beszélgettem egy fiatal felnőttel, aki mondja, hogy a családi találkozónk volt a hétvégén, mondom, névnapszünet, nem, csak szoktunk ilyet csinálni, olyan 40-en voltunk. Ó, mondom, az már család. Tehát oda érdemes elmenni. Ott mindenkivel annyi minden történt, és ha ők így megtartják ezt a kapcsolatot, ez azt jelenti, hogy az ő szociális hálójuk sokkal erősebb, mint azoké, hogy egy másik végletről beszéljek. Voltam valakinél, egy szolgáltatást csinált nekem, és azt mondta, hogy hát nekem csak az anyukám van, meg az apukám, és én már ennyi, meg annyi vagyok, nem valószínű, hogy lesz gyerekem, és hogyha a párom azt mondja, hogy beújít egy fiatalabbra, akkor én egyedül maradok a világba, mert nincs. Ugye már az anyuka testvéreivel, meg ott az unoka testvérekkel már nincs napi kapcsolat, ezért lesz egyedül a világban. Tehát ez egy nagyon-nagyon sajnálatos dolog, de én azt gondolom, hogy ez, ha egy tudatos döntés, megint, ha felnőtt módon kezeljük az életünket, akkor ki lehet alakítani ezeket a kapcsolatokat, és lehet ápolni, és lehet rájuk építeni. Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy a vidéki emberek, és ezt most jó értelemben mondom, mintha szorosabbra fűznék ezeket a szálakat, mintha jobban kézben tartanák, és mintha nagyobb igényük lenne. Ugye vannak a disznóölések most például, amikor összejönnek és segítenek egymásnak, vagy akár az építkezés, amikor kalákába dolgoznak, megy a sógor, koma, ez, az, amaz. Tehát, hogy azt látom, hogy valahogy vidéken ezt mintha, de ez csak azért mondom így, hogy mintha, mert nekem úgy tűnik, hogy szorosabban tartják. A nagyobb városi életmód vagy életvezetésben nem igazán fér bele a mindennapokba, hogy összefussunk. Most, hogyha csak a saját munkámból indulok ki, 9-kor elkezdem, és este 7:30-8-kor érek haza. Tehát nekem akkor már például nincs energiám, igényem arra, hogy bárkit is fogadjak az otthonomban, mert már magam szeretnék lenni a saját intim szférámban. És a hétvégék is annyira lerövidültek például, nagyon sokszor van, hogy
dolgozunk hétvégén is, hiszen vannak felkérések, tanítunk, tréningeket vezetünk, stb. Tehát, hogy rövid az idő. Most nyilván mindenki saját maga szabja meg, hogy mennyit dolgozik, és mennyi időt szán pihenésre, töltődésre, de azt látom, hogy a rohanóbb életmód kevésbé teszi lehetővé a nagyobb városokban, akik másképp dolgoznak, más az életvezetésük, más az időbeosztásuk. Tehát egy kicsit bonyolultabb, és én itt viszont fel is hívnám a figyelmet arra, hogy nem illik bejelentkezés nélkül oda menni senkinek, senkihez. Én azt gondolom, hogy egy telefon, hogy figyelj, kíváncsiak vagyunk rátok, jó lenne találkozni, mikor lenne alkalmas. Tehát, hogy nem hiszem azt, hogy ilyen tempó, ilyen életvitel mellett beeshetünk bárkihez, akár főként egy hétvégén, egy nagyobb ebédre, ez ugye ételt, italt elrakni, ez egy jó felvezető volt. Tehát nem is erről van szó, hogy elrakjuk, hanem hogy nem tudunk felkészülni, hiszen akkor bevásárlás, stb. Tehát ennek annyi feltétele van, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy ez rendben legyen, hogy ha csak a saját helyzetemből indulok ki, de aztán a tágabb környezetemben is ismerek embereket, akik hasonló tempóval élik az életüket, nekem a lányom is oda szól, hogy beugranék este, de mondjuk ez úgy néz ki, hogy fél óra múlva jön, tehát nem kell engedélyt kérni. Én is megkaptam egyébként ezt a határidő naplót, hogy akkor írd be, de reggeltől estig és értük is dolgozom. Tehát, hogy most még aktívak vagyunk. Nyilván, amiről előzőleg szó volt a nagymamaság, nagypapaság két műsorról ezelőtt, ott majd már lesz időnk, hiszen ott már beletagozódunk a nyugdíjas az időskorba, és ott már arra várunk, hogy ránk nyissák az ajtót. Tudod, elvileg. Milyen elfoglaltak a nyugdíjasok? Tudom, mert anyukám is nagyon elfoglalt egyébként, de azt gondolom, hogy mégis, aki egy munkaidőt eltölt egy nap reggeltől estig a munkahelyén, mégis kevesebb ideje van, mint annak, aki csinál magának programot, hogy jól töltse ki, hogy tartalmasan élje meg a nyugdíját. Egy érdekes dolog jutott most eszembe, hogy ugye, hogy hogyan, mert hogy így beszélsz az életformádról, és hasonló az enyém, és meggondolom, hogy majdnem mindegyikünké. De hogyha belegondolok abba, hogy abba az időbe, amikor én még a nagymamámhoz jártam haza, minden hétvégén az egész nagy családot összetartotta. A nagymamánál vasárnap ebéden voltunk 20-an. Hát akkor a tepsébe sült a rántott hús, meg a fasért, meg nem tudom én micsoda, emlékszem gyerekkoromból. Tudta előre, hogy persze, mentek, nyilván hívott, készült. De ez a világon készült. A legtermészetesebb így dolog van. Volt. De ők úgy éltek együtt, hogy amikor hazament valaki, aki dolgozott, az tudta, hogy a másik mikor dolgozott, és megvolt, hogy ki főz, ki mos, ki tereget, ki fölmos, ki takarít, ki, és volt egyfajta munkamegosztás. Most ez nincs. Most minden a mikrocsaládra került, mert itt is ugyanúgy kell mosni, főzni, takarítani, vasalni és rendet tenni, bevásárolni, és ugyanúgy el kell valakinek tölteni vele az időt. Mert akkor két ember kiment a piacra, megvette, hazacekkerezte, és kész. Most meg mindenki megy a piacra. Igen. És tölti az időt, vagy és a boldog, vagy az átlomat. Én mégis úgy gondolom, hogy a családra, a rokonokra szükség van. Én ezt mindig is szoktam mondani, hogy nagyon kemény a világ. Ha a rokonokkal tartod a kapcsolatot, rokonok maradtok akkor is, ha netán nem vagytok jóba, és egymásba kell kapaszkodni. Nem biztos, hogy a barát annyira tud hozzá tartozó lenni, mint egy vér szerinti rokon. Nem tudom, hogy erről mi a véleményeted. András? Ez sokaktól függ, mindig igen. Attól, hogy mert látok olyan barátságot, amelyik végigkísér. A rokonságnak az az egy előnye van, hogy a testvérem a születésemtől kezdődően ismer. Hát én leértem X évet, és ő ennek az X évnek a tanúja. Átélte velem, hogyan mentem iskolába, hogy viselkedtem akkor, amikor egyes kaptam kémiából, meg akkor, amikor kirúgott a barátnőm, és mindennek tanúja, és emlékszik a történeteimre. A testvérnek ez a nagy előnye, ő végigkísérte az életemet. Van nekem egy ilyen barátom, aki gimnázium óta barátom, ő is ennek a végigkísérésnek a része. Ilyetén módon nem azt mondom, hogy mindegy, hogy testvérem vagy barátom, de akinek nincs testvére, akkor legyen egy ilyen barátja, akitől semmilyen megsértődéssel nem szakadhat el. Legyen egy olyan barátja, akire azt mondja, hogy őt úgy tekintem, mint a testvéremet, mert szükségünk van ezekre a tanukra. Múltkor a nagybátyámtól megkérdeztem azt, hogy milyen voltam, ő 98 éves, milyen voltam én kiskoromban, és akkor mondta, hisztis. És annyira jó volt, hogy valaki ismert engem 10 évesen,
és el tudja mondani, hogy milyen voltam. Mert én már nem biztos, hogy úgy emlékszem, ahogy volt. És jó az, hogyha valaki erre emlékezik. Hát meg egy külső egy... szemlélő, vagy egy külső kontroll, mert hogy én mit hiszek magamról, hogy milyen voltam akkor, az egy dolog. Így és van. A másik dolog az, hogy egy felnőtt, aki már akkor felnőttként tekinthetett rám, ő hogy látott engem, vagy akár az unokatestvéreim. Egyébként például én tartom a kapcsolatot az unokatestvérekkel. Hát nagynéni már nem él sajnos, hiszen már én is annyi idős vagyok, hogy a szülők is idősek. Tehát fontosnak tartom, de azért legyen meg az a fajta családi kultúra, amiről így Zsuzsi is beszélt. Tehát hogy azok a szabályok legyenek betartva. Aztán ott van az a másik felállás, amikor ugye tudjuk, hogy ott van a család, ott vannak a rokonok, a testvérek, az unokahúgok, az unokaöcsök és a többiek, de tényleg rohanunk és nincs időre. Én például a családban abból vagyok híres, hogy hát még telefont is ritkán, de ha valakiről meghallom távolról, hogy beteg, azonnal ott vagyok, ezerrel ott vagyok, és addig ott vagyok minden nap, amíg meg nem gyógyul. Nem tudom, hogy ez mit, mert úgy érzem, hogy akkor ott dolgom van. És amíg meggyógyult, akkor megint majd egy hónap múlva megkérdezem, hogy jó vagy? De egyébként ez a természetes. Én azt gondolom, hogy ha a családnak az a felállása, hogy a bajban tartsunk össze alapigazság és alapérték, akkor ha valaki beteg, akkor másiknak kell oda menni, ha neki nincs, aki segítsen. És ez a családnak az egyik legmegtartóbb ereje és funkciója. Ezek azok a kötődéseink, aminek a révén megint biztonságban érezhetjük magunkat. De ugyanilyen volt régen, ugye sokszor beszélgettünk erről, hogy baba születik a családba, és hozták a komatálat. Hát be volt osztva, hogy mikor kihozta a gyerekágyasnak a kaját. Igen. És nem volt gond, hogy hogy eszünk. Én most tudom, beszélgettem egy 40 éves anyukával, aki a szülés előtt nagy pocakkal 3 hétre való kaját fagyasztott le, mert hogyha ő hazajön a kórházból, mivel se közel, se távol senkiük nincs, azt fogják enni, amit ő előkészített. Hát micsoda borzalmas élet ez? Hol vannak a kapcsolatok? Hol van a kapcsolati tőke? Hol vannak a kötődések? És hát hogy lehet úgy élni, hogy én nem számíthatok a világon senkire? Igen, és hogy rám nem számít senki. Hát onnantól kezdve miről szól az élet? Az, hogy az ember társas lény, persze, hát ezt tudjuk, megtanultuk, meg halljuk, meg ismerjük. De nem erről szól valójában csak. Hát nagyon sok ember él egyedül úgy, hogy egy személyes háztartást vezet, mégsem magányos, és gyönyörűen éli a maga természetes életét, a különböző csoportokhoz tartozik, horgász egyesületbe jár, futni jár, mit tudom, és sportol, sakkozik, nyugdíjas klubba megy, dalárdába megy, ének, kórusba megy, zenél, tehát annyi értelmes dolgot lehet csinálni és kötődni ezen a világon keresztül, de a nagy családba. Pontosan tudja mindenki, hogyha együtt van a nagy család, remélem jön a Gyuri, na mert ha az nótázni kezd, hát akkor mindenki úgy kezdi érezni, hogy pezseg a vérünk. Vagy de jó lesz, hogyha eljön a Magdi és megmutatja, hogy az a kötés, mint ahogyan volt, mert Isten már mutatta, de elfelejtett. Vagy, értitek? Vagy de csak jönne a Böske néni, mert az a bukta, amit a Böske... Tehát ezek a családi értékek. Bocsánat, hogy nevetek, csak a kép annyira előttem van, és előttem Böske van az, hogy még buktálva. Nem jött meg Böske néni, de már nagyon régen arról beszélnek a sarokban, hogy Böske néni mit csinált, és hogy csinált. Az pontosan pletyka, így van. A családon belüli pletyka, ami szintén egy összekötődés, mert ugye tudunk egymásról, sok mindent tudunk egymásról. A család, hol találkozik ugye az esküvő, ott többnyire összejön a család. Jön a keresztelő, ott többnyire összejön a család, illetve a temetések. Így van. És akkor már előre, úgy, mi például 13-an vagyunk unokatestvérek, és úgy szoktuk mondani, hogy na jó van, most már minden esküvő megvolt. A gyerek se valószínű, hogy jön, mert te jó ég, inkább ne találkozzunk mostanában. Így van. Így van, igen. Ez valóban így van, az egy nagyon megrendítő dolog, amikor szétszóródik a család, és... Viszont azt én egy gyönyörű dolognak tartom, hogy legalább, ha a temetés megvan, akkor azért a végső tisztességadásra eljövünk és összejövünk, és akkor legalább egymáshoz támaszkodhatunk egy pillanatra, megölelhetjük egymást. Az esküvőre már nem biztos, hogy jövünk, mert vagy van nagy esküvő, vagy nincs nagy esküvő, vagy 8-an vannak, vagy 40-en vannak, vagy 200-an vannak, egyre kevesebb az, hogy 200-an vannak. Én azt gondolom, hogy lassan-lassan ez is beszűkül. Keresztelő. Én nem tudom, hogy András, te hogy látod, de ott is csak a mikrocsalád van jelen. Tehát én is vagyok keresztszülő, több gyereknek is a keresztanyukája vagyok. Nem volt 70 tagú keresztelő. Ezek,
ezeknek mindig az a háttere, hogy hova tudom őket vendégül hívni. Tehát, hogyha egy keresztelőre lenne olyan lakásunk, ahova meg lehet 40 embert hívni, akkor oda meghívnának 40 embert, mivel nem tudnak ilyet, lakótelepen laknak a családok. Igen. 50 négyzetméter, 70 négyzetméteren. Igen. Nem lehet 10 embert behívni. Tehát mi próbálunk abban segíteni, hogy a gyülekezeti házban vannak olyan termek, hogy na ezt tessék, akkor ezt használhatjátok. Még egyet, amit mondtál az elején, hogy családi találkozó, egyre többet látok ilyet, igen, hogy nagy család, évente egyszer, szeptember 28-án igen, összejövünk, igen. Igen. És akkor találkozunk. Mi is így vagyunk, hogy én gyerekkoromban az unokatestvéreimet még ismertem, anyám unokatestvéreit már nem annyira. Vagy mondjam azt, hogy volt olyan unokatestvére, akivel nem találkoztam. Igen. Az én gyerekeim vagy unokáim már a harmadfokú unokatestvéreiket is ismerhetik. Ezáltal a családi. És ez valami nagyon szép dolog. Igen. Nem lesz sok közük egymáshoz, de tudnak egymásról. És akkor most itt hagyj keverjem be az informatikát, amit hát most kulisszatitkot árulunk el a nézőknek, amíg beültünk a műsorfelvételre, szakértőink pont arról beszélgettek, hogy a családra hogy hat az informatika, az elektronika. Itt én azt hiszem, legalábbis azt tapasztalom, hogy jól. Mert a rég nem látott unokatestvéreim kerültek elő sorra, és látok róluk életképeket. A rég már külföldön élő unokatestvérnek most már látom, hogy gyermeke van, és hogy mekkora, és hogy milyen szép az a gyermek. Uh-huh. És azért itt a rokonok úgy előkerülnek, és ha már így előkerülünk, és ráírunk egymásra, bizony megfordult már a beszélgetésbe az is, hogy össze kellene jönni most már végre, ennyi-ennyi uh-huh. év után. Igen. Hogy valami előnye is legyen, tudom, nem szeretitek. Ez nem így van, hogy nem szeretjük, csak a hátrányaitól sokat szenvedünk, és sokan szenvednek a környezetünkben, és igyekszünk ennek az egyensúlyát megteremteni, az elektronika és az élet egyensúlyát. Ugye az információs társadalomban ezeknek az eszközöknek óriási szerepük van, és van helyük és létjogosultságuk, nem ez a kérdés, és igen, vannak ilyen előnyeik. De ha már a családról beszélünk, és hogy a rég nem látott unokatestvér előkerül, én azt gondolom, hogy pont az információs társadalomban ezeket az eszközöket használva, és ezeket a felületeket, fórumokat használva fogunk tudni kialakítani kapcsolódásokat és kötődéseket különböző helyzetekhez, amik annó nem voltak lehetőségek. Tehát ma már nem probléma az, hogy egymástól távol élő, azonos területen gondolkodó, hobbiban létező emberek tudjanak egymással kommunikálni vagy kapcsolódni, és aztán majd vagy találkoznak, vagy nem, de egymást ezen keresztül is tudjuk segíteni. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, de azért ez nem egy valódi kötődés. Tehát a valódi kötődés az a hús-vér kötődés, amikor megölelhetem, amikor beszívhatom a hajának az illatát, amikor érzem, ahogy lapogatja a hátamat, amikor tudom, hogy örömébe körbe táncolja velem a félvilágot, vagy én mennyire boldog vagyok attól, hogy végre-végre itt van, és jaj, de jó. Tehát, hogy ez erre annyira nagy szüksége van az ember, hogy egy öleléssel olyan hormonrendszerünk úgy átváltat a képernyőn keresztül, nem, sose. Igen, azt gondolom, hogy ugye a virtuális téren kívül kellene személyesen találkozni, kapcsolódni. Tehát arra kell figyelni, hogy ne maradjon meg ez informatika vagy virtuális szinten, hogy írogatunk, videót csetelünk, nagyon jó, mert Amerikában nem tudsz odaugrani, meg ő sem tud ideugrani, mert ilyen is van nekem. Van például ilyen, nem családtagom, de egy nagyon jó barátnőm, 40 éve vagy 50 éve barátnők vagyunk, és videót cseten tudunk, 2-3 évente hazajön, és akkor megvannak ezek a testi kontaktok, meg a nagy örömködés, és a hormonok is elszabadulnak, de hogy nagyon sokan ott esnek csapdába, és itt az én klienseimnél látom azt, aki társat keres, hogy virtuálisan megy minden, és amikor személyesen kell találkozni, akkor nem működik a dolog, mert nem tudják, vagy nem akarják összehozni. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma lesz. Igen, ezt most csak így elővetítettem, tehát hogy látom azt, de egyébként nem csak társkeresésben, hanem akár sos közösség, érdeklődési kör, baráti csoportok, tehát hogyha nekem te annyira fontos vagy,
amit az előbb is mondtam, akkor időt találok arra, és csinálok időt, szabadítok fel időt arra, hogy veled tudjak találkozni, és a személyes kontaktálás is meglegyen. Tehát ez mindennél fontosabb. Tehát az, hogy irogatom, bármit lehet irogatni, dobáljuk a szíveket, a smiley-kat, ilyen emoji, olyan emoji, tehát hogy nem. Tehát nem ez a valóságos kapcsolat, hanem az a valóságos kapcsolat, hogy itt ülünk, és beszélgetünk, érezzük egymás rezgéseit, egymásra hangolódunk, és egy közös célért például most mi itt teszünk. Nézzük a szűkebb családi kört, amiben azért belefér egy keresztszülő, vagy egy nagynéni, akibe bízunk. A keresztszülőt mi alapján választják a szülők, és azt hiszem, hogy itt András lesz a jó válaszadó. Sokszor kérdezik tőlem, hogy mi alapján válaszunk keresztülőt. Azt veszem észre, ugye régen mi volt a keresztülő feladatáról, most nem szeretnék, de hogy ma a keresztülőnek akkor jön el a feladata, úgy gondolom én, és úgy tapasztaltam is, amikor a gyerek kamasz lesz, és elszakad a szüleitől, vagy szembe áll a szüleivel, és kell valaki, aki a szülei értékrendjét tudja még tovább vinni a gyermek felé, mert hogy ő felé még megvan a bizalom. Így van. Tehát én így választanék keresztülőt, és azt is merem mondani, hogy nyugodtan többet. Azt veszem észre, hogy mondjuk, hogyha két pár keresztülőt választok, akkor az egyik az bejön, a másik az nem biztos. Tehát jó az, hogyha két pár keresztülő van, mert hogy vagy két irányból jön keresztül, az egyik az valószínűleg azért csak bejön a kettő közül, a másik nem biztos. És jó, és megint csak az, nehogy sértődést okozunk a családba, hogyha a feleség testvére is várja, hogy ő keresztülő legyen, meg a fér testvére is, akkor inkább legyen mind a kettő, mint egyik sem, vagy hogy minthogy összeveszünk. Hát, igen, tehát azt tartom lényeges, hogy legyen olyan a keresztülő, akire rá merem bízni a gyerekemet. Ez a kulcs. Ez a kulcs, igen, én is azt mondom, akire rá merem bízni a gyerekemet. Igen. Igen. Ez volt régen is különben így van, a így van. Feladata a keresztülőségnek. Nekem ez egy olyan szép élményem volt, az egyik kereszt kisfiunk, ő Debrecenben él, és most a 8 éves, és idén nyáron először nyaralt nálunk. Hát akkora kaland volt. Ugye Debrecenben él a gyerek, tehát nem tudok vele, nem tudom én milyen szoros kapcsolatot ápolni, de természetesen azért többször egy évben találkozunk, ők jönnek, mi megyünk, tartjuk a kapcsolatot, ápoljuk, ők tudják, hogy mi vagyunk, telefon, beszélgettünk, tehát ez, de még sincs egy ilyen, ez az egy hét, ez úgy összekovácsolt bennünket, ez akkora nagy ajándék volt, mint én készültem rá, megterveztem, hogy mikor, hova megyünk, voltunk, mit tudom én, kaloszhajó, Velence, víz, nem tudom, minden volt. De a legnagyobb kaland, tudjátok, mi volt? Hogy nálam sátorozhatott először, és ő azt mondta, hogy ő egyedül akar. Az én unokám is ott volt, nem? Hogy ő egyedül akar az én unokámmal. Nem kellenek a felnőttek. Mert én azért kihallgatoztam, de nem kellenek a felnőttek. Az anyukája mit mondott? Ha ezt ő tudja, el nem engedi. Szóval, hogy olyan boldog az a kisgyerek, és úgy tele van élményekkel, hogy még. Szóval a nagyszülőség az egy nagyon-nagyon fontos szerep, de a keresztszülőségben én szülői hátországot teremtek. Tehát ott kvázi szülőtámogatóként, szülőként vagyok egy bizonyos relációban jelen. Ez kihat arra, hogy névnap, karácsony, ajándék, nem tudom én, tehát ugyanúgy a szülőkkel egyeztetve mindent. De valóban, és az is egy fontos dolog, hogy amikor ők úgy elvesznek, jó, mondjuk mi szakemberek vagyunk, de egyébként is megkérdezik, hogy mit csináljunk, vagy most mit gondoltok, milyen iskola lenne jó neki, vagy nem tudom, hogy ezek azért van kivel megbeszélni, egyivásúak vagyunk, hasonlóan gondolkodunk, azonos az értékrendünk, és nem a családok mindig okoskodnak nekem meg. Na, szóval érted? Ez azért fontos. Mosolygok, mert nekem is van egy kellemes emlékem ezzel kapcsolatban, egyik kedvenc unokatestvéremet kérték fel keresztülőnek, és megkérdeztük tőle, hogy tudod-e, hogy mi a keresztülő feladata, aki meghúzta a vállát. Hát gondolom, én veszem a biciklit. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és örülök, hogy nevetve kezdtük és fejezhettük be a mai beszélgetést. Köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának,
Pap Csillának és Bence Andrásnak is a részvételt, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, Családőrzők című műsorunkat látták, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva ismét jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra! Viszontlátásra!